Forrás Café. Hogy jól induljon a nap, akik a vidám ébredést garantálják, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. Meglepetés, nem az is Solant, hanem a Borsodi Imre. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez egy ilyen furcsán induló reggel, már csak azért is furcsán indul, mert hogy tegnap vertünk szépen egyet ott a skótok hálójába, úgyhogy kicsit skótos volt a gól, mert csak egyet, de ettől függetlenül nyertünk a tegnapi napon, úgyhogy tök jó! Így van, nagyon nagy büszkeség ez most, azt gondolom. Az egyik ismerősöm írta, hogy na, most Újpest rajongó lettem én is. Úgyhogy most vannak ilyen furcsa dolgok, igen. Viszont hát ugye nem volt annyira szerencsés ez az egy gól, mármint úgy a meccs nem volt szerencsés. Volt ugye egy baleset, úgyhogy hát nagy-nagy druk, hogy minden rendben legyen és felépüljön. Ez a drága focista, úgyhogy, de annyira sportos volt ez a hétvége, tele vagyunk sporthírekkel, és jobbnál jobbakkal. Így van. Úgyhogy, hát azt gondolom, hogy egy jó hétkezdés ez így, nem? Hát valamivel el kell indítani jól egy hetet, és ez viszont egy tök jó dolog. Na és a hétvégéd, hogy telt, mi újság? Nekem nagyon jól, sikerek hátán, úgyhogy igazán jó volt ez a hétvége, átestem a tűzkerességen. Voltam egy esküvőn, és ott ceremóniamester voltam, és hát úgy néz ki, hogy együtt marad a pár, szóval sikeres volt ez az akció. Ezt így meg tudod állapítani? Hát, ides tovább egy nap után. Na. Igen, most még nászúton vannak, úgyhogy a mézes hetek elindultak. Na, szuper, ez egy jó hír. Ez egy jó hír. Igen, és még pihenni is tudtam tegnap, úgyhogy szuper, szuper jó hétvége volt. És hát tényleg sorba jöttek, te is küldted ugye a sporteseményekről az információkat, én is találkoztam velük. Úgyhogy ezekről lesz is ma szó, szerintem. Hát van miről megemlékezni, az biztos, így van. És hát egészen nyárias hétvégénk volt, szombaton kis esőzések itt erre-arra, de ettől függetlenül szerintem egy sikeres hétvégét zártunk. Például Száron búcsú volt, képzeld el. Te voltál búcsúban? Régen, valamikor régebben? Tök érdekes hangulatú rendezvény ez, és az utóbbi időben kezd egy kicsit így visszaesni ennek a rendezvénynek a renoméja, ami ugye egy egyházi ünnep alapvetően, viszont ezzel sokan nincsenek tisztában. Én tökre, nem vagy tisztában nem. Azzal, hogy a búcsuk azok egyházi ünnepként? Nem. Ó, Réka! Ajajajajajaj. Én Alsó-Némedire jártam búcsúba, de ott se tűnt fel, mondjuk gyerekként pláne nem tűnik fel szerintem az ilyen dolog. Na, akkor mesélj! Na, hát ugye gyakorlatilag a templom védőszentjének, tehát a település templomjának védőszentjének ünnepe a búcsú, és annak egy kísérő programja egyébként ez a kirakodóvásáros dodzsemes történet, tehát hogy nekem az annyira furcsa, hogy vannak emberek, akik ilyen magukból kikelve elkezdenek hőbörögni annak kapcsán, hogy de hát ez miért most ezen a hétvégén van, meg miért így, miért úgy? Drága barátaim, kicsit olvashatok utána, hogy miről szól ez a dolog alapvetően, és hogy miért arra a hétvégére esik, mint amire esik. Most például, Réka, téged is fölhomályosítottalak ennek kapcsán. Igen. Ne hálálkodj, nagyon akartam. Szívesen tettem. Akkor visszaszívom, jó, akkor nem. Mert ugye Szent Iván éjjel vagyunk túl, ugye június 23-ról 24-re virradó éjszaka. Így van, úgyhogy ez is egy érdekes nap. Nyári napforduló ünnepe, még a kereszt ténység előtti időkből származik, akkor ezért is a búcsú ide esik, vagy nem, ennek azért nem. A kettőnek nincs keresztelő Szent János a védőszentje az adott templomnak, ami Száron van, és gyakorlatilag ugye ennek alkalmából ugye keresztelő Szent János, tehát névnapja volt a hétvégén, és akkor ennek alkalmából volt a búcsú. Na jó, de akkor tegyük tisztába, mert én is azt olvasom, hogy Szent Iván, zárójel, keresztelő Szent János napjának előestéje. Igen. Aha. Tehát hát ugye, de, mert hogy holnap van, hát nem, a Szent Ivánhoz semennyire nem kapcsolódik, keresztelő Szent János napjához kapcsolódik ez az adott búcsú, de mivel, hogy Szent János napja, keresztelő Szent János napja holnap van, ha igaz, és ez ugye a búcsukat hétvégére szokták tenni, ezért a pap eldöntheti, hogy az adott naphoz közelebb eső ugye hétvégére, vagy utána legyen. Így van. Jó, hát ezt azért meg lehet, hogy egy picit kinyomozzuk itt a következő időszakig, amikor is ugye a kalendárium híreivel jövünk vissza. Na, de folytatódik a játékunk is, mert hogy célegyenesbe kerültünk ezen a héten, már pénteken. Bizonyám, kezdődik a vízzene.
Igen, úgyhogy 0620-97-8-97-85-ös az SMS és Viber számunk, ide majd jöhetnek ugye a játékra a megfejtések, de még nem tudjátok, hogy mi a kérdés, de azért az SMS és Viber szám az fontos információ. Na meg ugye a kérdés nélkül is lehet játszani, mert hogyha meghallottok egy olyan előadót, aki tuti, hogy fellép ezen a háromnapos Vízzen a Virág Fesztiválon, akkor már is küldhetitek az SMS-t, és ki tudja, hogy mikor fog egy ilyen dal majd megszólalni itt a Forrás Rádióban. Úgyhogy fületek rajtunk, mindjárt jövünk vissza. Forrás Café. A csúcsforgalomban feldob, munkában felpörget. Szakács Gergő után újra itt vagyunk. Ő sajnos nincs itt. Szívesen látnám itt a stúdióban, de nincs, de itt van Borsodi Imre. Köszi. Na meg a nincs lójó szamár is, mi? Nem így értettem, a hírszektorban pedig itt van Patrik is velünk. Na meg az Ivánok is itt vannak, mert hogy őket ünnepelhetjük. Iván névnap van ma. Az Iván férfi név a János név szláv-horvát formájából, illetve a régi magyar Jovános, Ivános változatából származik, női párja pedig az Ivána, illetve a szerb megfelelője a Jovan, női párja innen pedig a Jována. Na és akkor itt most össze is fonódtak a szálak, mert hogy akkor a János és az Iván az így nagyjából egy és ugyanaz. Igen, így van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Konstatál. Vártad, hogy hozzáfűzzek valamit? Nem, hát hogyha egyszer ezt mondja. Így van, hát a Szent Iváné. Jó, nem kell lögdösni, megy ez nekem magától. Megy ez nekem magától is, csak annyira benne hagytál így egy levegőt, hogy azt hittem hozzá akarsz fűzni még valamit. Hát ha történik valami újdonság, de ezek szerint nem. Igen, tehát hogy ma van Szent Iváné. Szent Iván keresztelő Szent János napjának előestéje. A június 23-áról 24-re virradó éjszaka évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, még a kereszténység előtti időkből ünnepeljük mi mindezt. Hát ez a Szent Iván éj, amire Réka annyira várt, hogy elhagyja Ajakimat. Hát most tessék, megkaptad. Igen. 74-ben földkörüli pályára az első szovjet katonai űrállomás a Szajut 3. Bravo! Drakulálunk! 1986-ban ezen a napon kezdte meg sugárzását Magyarországon az első kereskedelmi rádió, az úgynevezett Danubius Rádió. Biztos sokan emlékeztek még rá, meg még többen lassan már nem. Igen, igen. És különböző meleg rekordok, hőmérsékleti rekordok dőltek meg Budapesten is, meg országosan is. 2002-ben például az országos Békés Csabán 38,4% fokot, százalék az nincs itt. Celsius fokot. Réka, hozzak neked egy kávét? Kérdezem lehet, én itt óvatosan. Zöld, ha nem elég, kell jó. Egy kis kávét. Oké, okay. Rendben van. És 2016-ban pedig a budapesti hőmérsékleti rekord dőlt meg a második kerületben, egészen pontosan 35,7 Celsius fokot mértek. A mai napra nem lesz ennyi, ha minden igaz, mert csak ilyen 28-29-et láttam, hát aztán majd meglátjuk. Ugye, ez egy kellemes koranyári. És hát ma is vannak szülöttek. 74 éves Tolcsvai László Kossuth és Erkel díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, előadó, művész. Felesége a Kossuth díjjal és a Nemzet Művész díjjal is kitüntetett. Péreli Zsuzsa képzőművész, testvére Tolcsvai Béla Kossuth díjas zenész. Hát ő... Őt köszöntjük a mai napon. A zenekaroknak írt dalai mellett első villamos, jöjj kedvesem, hosszú ideig írt dalokat, például Koncz Zsuzsának és Halász Juditnak is. Hát a Kossuth díjat ők azért gyűjtögetik, úgy látom így családilag is. 71 éves lett Révész Sándor, a Generál és a Piramis együttesek Emerton díjas magyar énekese. Hogy küldöd el távolra az oroszlánt, hogyha rossz angolsággal beszélsz? Az valami révészes lesz, nem, nem tudom. Nem, nem. 37 éves a mai napon. Na menjél Lionel Messi. Jaj, oké, tovább mentél. Lionel Messi, világbajnok argentin válogatott labdarúgó 2023. júliusától az Inter Miami játékosa, a Messi generációjának egyik kiemelkedő játékosa, aki fiatalon lehetett az aranylabda, és a FIFA az év játékosa szavazat jelöltje, 22 éves korára pedig mindkét díjat el is nyerte, és hát még sorolhatnánk napestig Lionel Messi érdemeit.
Maradonához szokták őt hasonlítani, és ő maga is az utódjának nevezte. Ez azért nem semmi dolog. Az isteni Diego. Igen. 32 éves lett Vámos Márton, olimpiai bronzérmes, kétszeres világ és Európa bajnok, magyar válogatott vízilabdázó. Sok-sok boldog születésnapot minden érintettnek, és van egy különleges hölgy, akit szintén fel tudunk köszönteni. Így van, tra-da-da-dám! Jött egy üzenetünk, nem is olyan régen, hogy szép jó reggelt, szeretnénk megkérni benneteket, hogy köszöntsük fel kolléganőmet, akivel minden reggel 4 órától, Rika, 4 órától benneket hallgatunk. Ma van a születésnapja, kívánok neki minden jót és szépet, Isten éltesse erőben és egészségben, Andit, Andi, nagyon boldog születésnapot kívánunk neked, és barátnőd, kolléganőd, Frida köszöntött föl téged. Hát Isten éltessen, sokáig legyen ez a nap más, mint a többi, süssön rád a nap, és hát bízom benne, hogyha reggel 4 órától minket hallgatok, akkor lassan már mehettek haza, és véget ér a műszak. És van játékunk is, amit majd nem sokára elárulunk, már mint a nap kérdését, mert a játék az már nyilvánvaló, hiszen egész múlt héten játszottunk, ugye vízzene virág páros belépőjegy a tét most is, de hogy mi a mai nap kérdése, és kikkel fogunk még a mai nap beszélgetni, ez nem sokára kiderül. Persze, ahhoz velünk kell maradnotok. Legyen így! Forrás Café! Erős, mint a monostori erőt falai Komáromnál! 6 óra után vagyunk, 33 perccel. Jó reggelt, Réka! Minden jó oké? Reggelt, Imi, hogy nagyon lenne? Jó, szuper! Itt örülök igen, neki. Itt igen, az élő térkép szerint annyira nincsen rendben minden, így van. Egyrészt a kérlek szépen a 11-19-es úton Bajna, illetve Nagysáb között, itt pirosan jelez nekem egy viszonylag hosszabb szakaszt. A kedves hallgatókat megkérem, hogy írjátok meg nekünk, hogy ott mi az ábra, és hát ennél nagyobb a probléma az M1-es autópályán, úgyhogy ha tehetitek, akkor azt így nagyjából felejtsétek el, hogy az M1-es autópályán Herceghalom magasságában közlekednétek, ugyanis ott baleset történt, de egészen pontosan a Budapest felé vezető szakaszon Herceghalom és Biatorbágy között szalagkorlátnak ütközött egy személyautó a 24-es kilométernél, és a külső, illetve a leálló sávot lezárták, és hát jó szokásunkhoz híven valószínűleg nagyon-nagyon sokan bámészkodnak ezen a szakaszon, és most már teljesen be van dugulva az M1-es autópálya. Ne tegyétek ezt, jó? Próbáljatok meg ott szépen elhaladni, mindenki tegye a dolgát, és mindenki érjen be időben a munkahelyére, vagy ahová tart. Vigyázzatok magatokra! Mi pedig a Vízzene Virág Fesztivál felé tartunk, most már a célegyenesben vagyunk, pénteken pedig elindul a 3 napos fesztivál, de még lehet velünk játszani, hogyha nincsen meg a jegyed, akkor tőlünk megkaphatod a magadét a mai napon. Nekem bőven elég lenne egy jegy, nem csak, hogy nem, hogy megkapjam a magamét, na. Egy páros belépőjegy tehát ma is a tét, és ahogy az eddig is így volt, a délutáni csúcsban lesz majd a sorsolás. Hol rendezik a Vízzene Virág Fesztivált? Hoppá, micsoda beugratós kérdés. A válaszok között ott van a Balaton, Győr vagy Tata, az öreg tó partja. Na vajon melyik lehet a helyes? De borzasztó bonyolult kérdéseket teszünk föl mi a hallgatóknak. Csak azért, mert nem szeretnénk, hogyha itt maradna egy-egy jegy. Nem fog, hiszen az elmúlt napokban is állandóan felrobbant az üzenő falunk, és jöttek az SMS-ek, illetve a Viberek sorra. Nem lesz ez másképp ma sem, na hát már most látom, hogy villog a telefon, úgyhogy jönnek az üzenetek. Úgyhogy küldjétek 0620 97 8 97 85-ös az SMS és Viber számunk. Köszönöm szépen, Réka, a segítséget, hogy megint kirángattál ebből a bonyolult szituációból, hát ha nem jut eszembe az előhívószám. És a saját neveteket is küldjétek el, ne csak a helyes megfejtés. Így van. Illetve, ahogy már az előbb is említettem, ha bármikor a nap folyamán hallotok olyan előadót, aki ott lesz ezen a Vízzene Virág Fesztiválon, ugye 4 színpad is lesz, tehát hogy elég sok előadó közül lehet majd csemegézni így a Forrás Rádió repertoáriából is, a mai napon is, úgyhogy legyetek résen, és hogyha meghalljátok, akkor küldjétek el az előadó nevét a saját nevetekkel együtt, mert akkor is benne lesztek ebbe a bizonyos kalapba, amiből majd sorsolni fogunk a délutáni csúcsban. Így, és lesznek vendégeink is a mai napon. 8 órakor érkezik hozzánk Jakab Jácint, a Blue Hill ügyvezetője, a Vízzene Virág Fesztivál főszervezője, és őt elkíséri Zöldi György, aki a vizes programok felelőse lesz a Vízzene Virág Fesztiválon.
tavon, úgyhogy jó ki alaposan kitrécseljük, hogy mi fog történni az öreg tavon ebben a három napban, ami most következik a hétvégén. Illetve... Mert hogy lesznek vizes programok is, ugye a három szó, a víz, zene, virág, ebből már érintettük a zenét, elég sokat beszéltünk róla, a virágot is már múlt pénteken, és akkor a víz maradt még ki. Így van. Tehát akkor víz következik 8 órától, és 9 órától érkezik hozzánk Radics Gábor, a Komáromi Város Marketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, hiszen Komáromban lesz egy food truck show, június 28-ától 30-áig tart ez a food truck show, úgyhogy jó alaposan megettétek a food truckokon a különböző street food cumókat, akkor utána egyenes út vezessen Tatára, hiszen kezdődik a vízzene, itt érdemes találkozni ezen a két rendezvényen, ezen a hétvégén. Úgyhogy maradjatok velünk, jövünk vissza a vendégeinkkel, meg mindenféle érdekes információval. SMS és Viber számunk még egyszer 0620 978 978 5-ös. Forrás Café. Egy erős napindítás. A mikrofonnál Ölvedi Réka és Borsodi Imre. Igen, már vagy egy perce. 6 óra után vagyunk, 45 perccel egészen pontosan. És hát nem egy perce ért véget a tegnap esti mérkőzés, viszont olyan, mintha tényleg egy perce ért volna a véget, mert hogy annyira nagyon hatása alatt van mindenki, hiszen sikerült, csak kiszurkoltuk azt, hogy a skótok ellen bemenjen az az egy pontocska. A 100. percben Réka utolsó pillanat elképesztő volt, és hát igen, sajnos nem volt teljes az öröm, belecsúszott egy kis üröm is, hiszen Varga Barnabásnak eltört az arc csontja, ahogy ezt említetted. Reméljük, hogy mi hamarabb felépül, viszont így bármi is lesz ezen az Európa bajnokságon, ő már nem fog tudni játszani. De hát jobbulást Barna! És Csobot Keviné, ugye a gól. Így van. Hogy egy nagyon jó kis csapatjáték következtében sikerült ez. Hajrá! Aztán az, hogy ők tovább jutnak el, mert mint hogy a magyar csapat, ez ugye sajnos nem rajtuk múlik. Így van. Hanem itt a Spanyolország, Olaszország mérkőzés, Albánia, Horvátország, Anglia, Szlovénia, szóval, hogy itt sok-sok együttállásnak kell megfelelnie, és hát a forgatókönyvből kettőnek még teljesülni kell a három variáció közül, aztán, hogy ez most sikerül, vagy nem, na hát ezért is lehet még drukkolni egy kicsit. Így van, szurkolnunk kell, viszont van másik olyan hír is a sportvilágból, ami nekünk nagyon fontos itt a régióban, ugyanis nagy doppergés, Jakl Vivien minden idők legfiatalabb EB aranyérmese lett, a magyar úszósport 100. aranyérmét szerezte a tatabányai lány. Úgyhogy hát gratulálunk Jakl Viviennek, ez egy óriási siker, és elképesztő büszkék vagyunk rád, az egész régió, és azt gondolom, hogy az egész ország is, úgyhogy Vivien, gratulálunk, jár a taps! Sok-sok sikert a továbbiakban is. És ugye említettük, hogy volt még bőven sport eredmény, büszkeségek születtek, EB aranyérmes például a férfi karcsapat is, úgyhogy mindenki nagyon szépen helytállt és teljesített, és a női törcsapat pedig bravúros teljesítménnyel bronzérmet nyert. Így van, úgyhogy ez egy csodálatos sport hétvége. Volt óriási teljesítményekkel, hatalmas kitartással, küzdelemmel. Azért milyen szép dolgok ezek, amikor siker koronázza ezt a munkát, nem? Igen, nem mindenkinél ért siker, ugye? Például a felszállás az nem volt túl sikeres a repülőtérnél. Jó, igen. Volt egy kis zavar. Te kerestél is olyan embert, akit el tudnánk csípni, akik ott ragadtak, ugye, a repülőtéren. Mi volt ott az ügy? Mert ilyen lincs hangulat is kialakult. Te, az elképesztő, borzasztó volt a helyzet, képzeld el, Réka, hogy ugye a repülőgép, amivel mentek volna az utasok, hogy kiérjenek az Európa bajnokságra, utolsó pillanat, tehát gondolom dolgoztak előtte, meg jól megszervezték, hogy akkor a meccsre pont odaérünk. Na, hát eleve késve ért Magyarországra a repülőgép, ugye van egy meghatározott időszak, amit a földön kell tölteni a gépnek, ez alatt átnézik, stb. Na, hát ennek eredményeként is már azt mondták, hogy a repülőgép késve fog elindulni, ezen nyilván az összes utas felhúzta magát, úgyhogy ott szócsata indult el a pilóták, meg a légiutas kísérők között, aztán ez annyira elfajult, hogy rendőrt kellett hívni az egyik utashoz, majd aztán, amikor ez a dolog már így kezdett elsimulni, amikor már úgy érezték, hogy na akkor talán elhagyjuk a magyar betont, és felszállunk, és végre elmehetünk megnézni ezt a mérkőzést, amit egyébként megnyertünk, csak szólok.
Tehát akkor jött a következő tasli, fölkerült a repülőgépre három olyan podgyász, aminek nem arra a repülőgépre kellett volna kerülnie, úgyhogy drága utasokat, le a repülőről, mindenki válassza ki, hogy melyik volt az ő podgyásza, melyik az a három podgyász, ami nem a géphez tartozik, azt el, utána visszapakolni a podgyászokat, és majd csak utána tudott elindulni a repülőgép, úgyhogy a közel 200 utasból 50-valahányan úgy döntöttek, hogy oké, gyerekek, köszönjük szépen, akkor köszönjünk el egymástól, mi elmegyünk haza, és akkor legalább látjuk a meccset. Tehát ez abszolút Monty Python filmbe illő jelenet lett, tehát komolyan ez a délután. Jó, nyilván azoknak nem, akik a gépen voltak, de kiakasztó. Hát ez gázhelyzet, az tuti. Hát szerintem azok jártak jól, akik hazamentek és megnézték a meccset. Ők legalább örülhettek ennek a sikernek. Akik meg ugye utaztak, hát ők egyrészt nem látták a meccset, vagy nem tudom, repülőn lehet meccset nézni? Nem, valószínűleg nem. Hát ha csak nincsen internet kapcsolat valakinél, és nem tudják egy telefonon, vagy egy iPad-en végig kísérni a meccset. Én nagyon rég repültem, és akkor még ki kellett kapcsolni a gépeket, nem tudom, hogy most már mi a helyzet. Mert ugye van az a repülőüzemmód. Így van, így van. Ott viszont nem tudsz wifizni, meg internetezni, meg ilyesmi. Na mindegy, hát igen. Szóval mondjuk ez a repülő, meg vonat, meg busz, meg ilyesmi, meg hogyha autóval is mész, akkor is rá kell számolni bőven időt. Tehát ez az utolsó ilyen last minute-es indulás azért nyaralásnál lehet, hogy jó, de mondjuk, hogyha egy konkrét dologra mész, meccset nézni, vagy üzleti tárgyalásra, vagy nem tudom, esküvőre, vagy ilyesmi, akkor azért inkább rá kéne számolni egy kicsit. Hát hidd el, a jövőben ők sem fognak így útnak indulni. És szerintem kérdezzük meg a hallgatókat, hogy velük volt már ilyen, hogy valahova mentek repülővel, és akkor nem tudom, elkeverték a podgyászt, késve indult a repülőgép, vagy egyáltalán el sem indult. Nekem volt ilyen történetem, úgyhogy szerintem a következő órában ezt visszahozzuk egy kicsit, és jó, kitrécseljük, jó? SMS és Viber számunk, figyelj, 0620 97 8 97 85-ös, ide várjuk a közlekedési infókat, na meg a játékkal kapcsolatos szerintetek helyes választ. Jó, küldjétek, szeretjük. Még alszik a bébi? Akkor ajánlunk egy jó kafét. Mosolyra hangol. Pontosan így van, 7 óra után 3 perccel is, és hát akik most ébredeznek, azoknak jó reggelt! Főzzétek meg a kávét, arcmosás, fogmosás, pisi, aztán irány dolgozni, hiszen ma egy hétfői reggelre ébredtünk, ami szép, hiszen sikerült egyet bevágni a skótoknak, úgyhogy bebizonyosodott bizony, hogy a pálinka jobb, mint a viszki. Hát nem tudom, mi folyt tegnap, de valami igen, meg egy pici vér is, ugye, de már szerencsére jól van az a játékos, akit ért egy kis, hát baleset, mondhatni így. Így ugye van. Ő nem más, mint Varga Barnabás, aki megsérül, de most már stabil az állapota, és ez nagyon jó hír. Na meg az is jó hír, hogy lehet velünk játszani, mert hogy pénteken indul a Vízzene Virág Fesztivál 3 napon keresztül. Majdnem mondtam, hogy hol, de ez a kérdésünk, úgyhogy ezt most nem mondom, ezt tőletek várom, hogy megfejtsétek, hogy hol rendezik a Vízzene Virág Fesztivált. A. Balatonon, B. Győrben, C. Tatán, az öreg tópartján. Vajon melyik a helyes válasz? Ha megvan, akkor a saját nevetekkel együtt küldjetek el SMS-ben vagy Viber üzenetben 0620 97 8 97 8 5-ös, és a délutáni csúcsban jön majd ma is a sorsolás, egy páros belépőjegy, a tét, és ti határozzátok meg, hogy melyik napra használjátok fel. Hát nehéz lesz választani szerintem, úgyhogy a legjobb, hogyha mind a hárman ott lesztek. Ez az én személyes véleményem. Így van, így van, így van. És hát ugye lesznek majd vendégeink is, jön Jakab Jácin 8 órától, akivel majd a vizes programokról fogunk egy kicsit beszélgetni, és hát természetesen nem egyedül érkezik Jácint, hanem érkezik Zöldi György, a vizes programok felelőse, majd aztán 9 órakor érkezik Radics Gábor, a komáromi városmarketing és turisztikai non-profit Kft. Ügyvezető igazgatója, akivel pedig a komáromi food truck showról fogunk egy kicsit cseverészni. Szóval ez a következő hétvége is elég mozgalmas lesz, tele és tele programokkal, úgyhogy ezekből mindenképpen a mai napon kaptok ízelítőt, na meg plusz információkat. És ugye ott tartottunk, hogy hát volt egy kis lincs állapot itt a Ferihegyi repülőtéren, mert hogy nem szállt fel időben az a gép, amin elég sokan utaztak volna a meccsre. Ami ugye így hát, most már utólag látjuk, hogy volt is értelme ki
utazni, mert hogy végre győzelem volt így a magyarok részére. Na de ilyen lincsállapot volt a repülőtéren, illetve hát a repülőn is, és akkor Rimi említette, hogy vele is volt olyan, na nem ilyen hangulat, hanem hogy nem szállt fel időben a gép. Így van, így van, így van. Az Egyesült Államokban voltunk, táncosokkal, és onnan jöttünk volna vissza drága Magyarországunkra, csak hát ugye az volt a helyzet, hogy Philadelphia és Budapest között egyetlen egy chartergépet üzemeltetett az a légitársaság, akivel jöttünk volna mi vissza Magyarországra. Na most ez a repülőgép, ez megérkezett Philadelphiába, és a megérkezés előtt már jelezték, hogy valami nem stimmel az egyik hajtóművel, úgyhogy azt a hajtóművet át kéne nézni. Na hát leszállt a gép, ugye meg volt a kötelező földön eltöltendő idő, nekünk elkezdődött volna már a becsekkolás, és hát jelezték, hogy hát a repülőgép valószínűleg legalább 2 óra késéssel fog elindulni, mert hogy át kell nézni azt a bizonyos hajtóművet. És hát mi már ott voltunk fél napja lassanként a repülőtéren, és hát összeismerkedtünk egy nagyon vonzó légiutas kísérő hölgyel, aki túlzottan nyugodtan fogadta ezt az információt, és nagyon elkezdte nyomkodni a telefonját. És kérdeztük tőle, hogy mesélj már nekünk ugyan, miért vagy te ennyire nyugodt, amikor már most előrejelzik, hogy 2 óra késéssel indul majd vissza a gépünk. És hát mondta, hogy hát én azért vagyok ennyire nyugodt, mert tudom, hogy ez a gép, ez nem fog visszamenni a mai napon Magyarországra. És akkor nézzük, hogy de hogy, hát, hogy, mert mi? Hát mondta, hogy hát ő tudja, hiszen beszélt a pilótával, tehát hogy ez a gép ez már nem fog elindulni, erről neki vannak biztos információi. Hát most elkezd magának szervezni egy szálláshelyet, ahol ő aludni tud. Mondtuk, hogy hát mi tudunk szálláshelyet, ha éppen úgy van. De itt velünk a repülőtéren itt el tudsz aludni, és akkor reggel megyünk tovább. Mondta, hogy nem, hanem hogy ő szerez magának szállást, és akkor tovább megy. És na hát mi de bíztunk ilyenkor benne. Nem szereznek nekik szállást? Na de nem értünk el. Hát persze, hát ő válogathat, hogy hol alszik. Uh-huh. Tehát, hogy mi még bíztunk abban, hogy ez nem igaz, és hogy majd valahogy tovább tudunk menni, hiszen voltak köztünk olyanok, akiknek másnap már ilyen-olyan tevékenységei lettek volna, ahová oda kellett volna érniük. Na és akkor a lényeg, hogy telt múlt az idő, és végül tényleg kiírták, hogy hát ez a repülőgép ez nem megy sehová, és akkor elkezdtünk jegyet reklamálni, hogy akkor most mi van, hogyan fogunk visszajutni Magyarországra, stb. És akkor mondták, hogy hát 2 opció van, vagy itt alszunk a repülőtéren, és akkor majd valamikor másnap indul egy menetrend szerinti gép Magyarországra vissza, vagy pedig szereznek nekünk szállást. Na hát ezt választottuk természetesen, úgyhogy szereztek nekünk szálláshelyet, ott töltöttük az éjszakát, másnap elmentünk, reggeliztünk még egy jó amerikai reggelit, utána vissza a repülőtérre, és akkor utána jött a fekete leves, mert hogy ugye overbooking van a repülőgépen, tehát arra a repülőgépre nem fért volna föl mindenki, így aztán szétosztották a társaságot, 3 különböző időpontban indultunk el, és 3 különböző útvonalon jöttünk vissza Magyarországra. Volt, aki föl tudott szállni az egyenesegi repülőgépre, de volt, akinek el kellett mennie a repülővel föl Londonba, és Londonból egy másik repülőjárattal jöttünk Magyarországra. Szóval, hogy mindamellett, hogy amikor az ember ott van, ez borzasztó bosszantó tud lenni, meg az ember eszi a kefét, hogy most akkor mi lesz, de elképesztő poénfaktorok vannak benne. Tehát az, hogy látni az arcokat egy olyan részén Amerikának, amire nem is számítottál, hogy oda te el fogsz még jutni, majd aztán utána látni más arcokat, hogy hogyan reagálnak egy ilyen helyzetre, és utána összefutni tökre egymástól függetlenül Londonban a repülőtéren, szerintem zseniális volt. Jó, nyilván ez a tegnapi helyzet ez sokkal bosszantóbb volt azoknak, akik a meccsre akartak kimenni, de nekünk azért benne volt a poén faktor. Úgyhogy ezért is mondom, hogy kedves hallgatók, hogyha esetleg nektek volt ilyen, hogy lekéstétek a gépet, nem indult a gép, át kellett bukolnotok másik járatra, akkor írjátok már meg, hogy milyen kalandok kísérték az életeteket, mert ez izgalmas. És hát ugye az SMS és Viber számunkra egy csomó mindent várunk tőletek, egyrészt ezeket, másrészt várjuk a közlekedési infókat, hogyha van valami. Mondom még egyszer, hogy Herceghalom és Biatorbágy között az M1-es autópályán baleset volt, úgyhogy ott torlódásra kell számítsatok, illetve rendőri jelenlétet is látok már Tatabányán, a Tatai úton dolgoznak a rendéberőrei, úgyhogy itt is vigyázzatok magatokra. És hát van a játékunk, ugye, hogy hol lesz a Vízzenevirág Fesztivál, ennek kapcsán is.
Végre átadja a szót, Imi. Hát köszönöm szépen, nagyon-nagyon kedves vagy. Nagyon igen, szívesen. van játékunk, amit már elmondtam, de hát akkor elmondom még egyszer, ha már így felkértél keringőzni. Úgyhogy akkor tessék, hol rendezik a Vízzene Virág Fesztivált? A Balatonon, Győrben, illetve Tatán, az Öreg tó partján jöhetnek a helyes megfejtések a saját nevetekkel együtt, a már jól ismert SMS vagy Viber számra, ami ugye 0620-978-978-5-ös, és különben velem nem történt ilyen mizéria utazás közben, viszont a hugom pont az indulás előtt elhagyta, illetve ellopták egészen pontosan a metrón, vagy valamilyen tömegközlekedő eszközön a személyét, az egész táskáját, és volt pár órája ahhoz, hogy visszaszerezze, vagy valami történjen, hogy fel tudjon szállni a hazafelé vezető repülőre. Ráadásul itthon várta a kislánya, szóval, hogy azért annak is volt egyfajta tétje, de aztán valahogy mégiscsak megoldották ezt a helyzetet, megtalálta érdekes módon a következő, leszállt a következő megállónál, és ott volt a szemetesbe, vagy valami ilyesmi sztori rémlik, de hogy tényleg ilyen hihetetlen mesébe illő jelenet lehetett, és képzeld el azt a sok hatást azért, hogy így észreveszed, hogy hoppá, eltűnt mindened, aztán hát neked kellene ezt bemutatni. Úgyhogy várjuk ezeket a sztorikat is, hogyha vannak, és amit megtivártok, tudom én mi az. No. Hát a horoszkóp. Tényleg? Mindjárt valaki várja a horoszkópot? Igen. Na hát igen. Akkor nézzük meg. Hozzuk. A reggel jókedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Café horoszkóp. Meglepő híreket, információkat jeleznek a bolygók a mai napon mindenki számára. Érdemes most mindenképpen nyitott szemmel és füllel járni, mert azok nem csak érdekesek, de a jövőt szempontjából is fontosak lesznek. A vízöntő magára talál, a bak meg meglepődik a mai napon. Na de kezdjük a kosokkal. Kedves kos, lehetőség nyílik a mai napon, hogy valamilyen számodra fontos kérdésben előbbre lépj. Lehet ez egy kapcsolat minősége, magánjellegű projekt, de akár munkahelyi pozíció is. Délelőtt átlép a hold a vízöntőbe, és ez eredeti ötleteket ad. Kedves Bika, ha úgy érzed, valamiben válaszút elé érkeztél, akkor előbb magaddal kell tisztába kerülnöd, találd ki, döntsd el, mit szeretnél igazán, mire érzel késztetést a leginkább. A bolygók mély felismerésekkel segítenek, legyél nyitott rá! Kedves ikrek, váratlan helyzetet teremt az élet, amelyre reagálva hirtelen kell döntést hoznod, és talán elsőre nem a legjobb megoldás jut az eszedbe, ne kapd fel a vizet emiatt. Nyugodtan változtathatsz menet közben is. Kedves rák, empatikusan kell kezelned a feszült helyzetet, amellyel egy kollégával kerülhetsz szembe. Legyél most elnéző vele, vedd figyelembe, hogy az illető nehéz időszakon megy keresztül, ha kell, lépj inkább hátra, és amikor mindketten megnyugszotok, rendezni tudjátok a félreértéseket. Kedves oroszlán, jó lenne, ha tartanád a fontossági sorrendet a mai napon. Lehet ugyanis, hogy nagy a kísértés a szórakozásra. Pedig a legbölcsebb döntés, ha a kötelességeket előbb a lehető leggyorsabban letudod, hiszen utána jöhet már a kikapcsolódás is. Drága szűz, ha minden helyzetben higgadt tudsz maradni, azzal nagyban könnyítheted a megfelelő kommunikációt, az önuralmadra, a visszafogottságodra, a mai napon kifejezetten nagy szükséged lehet, valaki vagy irritál, vagy szándékosan provokál majd téged. Kedves mérleg, ma kiderülhet, hogy a félelmed, az aggodalmad megalapozatlan, amitől végre fellélegzel. Persze így is értékes tanulságokkal szolgál a helyzet, de leginkább saját magadról, az érzéseidről fedezhetsz fel újdonságokat. Kedves Skorpió, ha azon járnak a gondolataid, hogy valami nagy változást tegyél az életed valamely területén, akkor legyél nyitott és figyeld a híreket. A bolygók szerint ugyanis megkaphatod azt az információt, amire a leginkább szükséged van. Kedves nyilasjegyű, akkor érzed magad igazán boldognak, amikor vannak céljaid, fontos feladataid, és a környezetettől pozitív visszajelzéseket kapsz. Ma valaki olyan kritikát fogalmazhat meg veled szemben, amely megingathatja az alapból helyén lévő önbizalmadat. Láss át ezen a szándékon! Kedves bak, rejtélyes ügy kötheti le a figyelmedet a mai napon. Az is lehet, hogy érdekes információkra bukkansz, vagy igazán meglepő, de nagyon érdekes hírt olvasol az interneten. Innentől csak ez jár szinte a fejedben. Izgalmas összefüggésekre bukkanhatsz. Kedves vízöntő, délelőtt a hold a te jegyedbe, a vízöntőbe lép, ami számodra jó hír.
Bolondozhatsz, mókázhatsz, igazán önmagad lehetsz. Mindez szuper, ha a szabadságodat töltöd. Ám a munkahelyen a feladatokra is koncentrálni kellene. Az viszont biztos, hogy a hangulat neked köszönhetően pompás lesz. Ma valaki a segítségedre szorul, kedves halak, de közben te is tele vagy sürgető feladatokkal. Döntened kell, mire vagy kire szánod az értékes időt. Nehéz választás, mert nehezen mondasz másoknak nemet, főleg, ha segítségedet kérik. Muszáj fontossági sorrendet állítanod. Brit tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a Forrás Cafét. A jelenséget még ők sem értik. 3:48 egészen pontosan, és megérkezett hozzánk Esztergályos Patrik, jó reggelt! Szevasztok, sziasztok, jó reggelt! Fáradtság van? Néztétek a meccset? Hát én nem. Amennyire? Nem. Én nem, aha, de azért aha. Reggel mindenképpen ránéztem, és nagyon örültem az eredménynek. Mondjuk hozzáteszem, az összefoglaló nem lehetett túlságosan hosszú, az ezt valljuk be. Tehát én is most már bánom azt, hogy... 3 perc volt az összefoglaló. Igen, de már mindennel együtt, tehát igen. Már a gólörömmel együtt. Az is az egy, de hát nyilván örülünk neki, hiszen ez egy... Hát egy új esély, úgymond, hogy folytassuk az EB-t. Bár visszagondolva, persze nem tudhattam az eredményt, és ezt beszéltük is, akkor csak az utolsó 1 percet néztem volna, meg a 110-et, vagy 100-at. Így van, 100-at. De egyébként meg egy picit ránk val az, hogy mi nem tudunk egyszerű meccset játszani. Tehát talán az EB selejtező mérkőzéseken ott egyébként nagyon kiadtuk magunkból a szúzt, és hát hoztuk a meccseket. De egyszerűen, tehát hogyha ha van egy olyan tétmérkőzés, ahol pont nagyon kéne a győzelem, és olyan jó lenne az első 20 percben mondjuk már lőnénk egy gólt, esetleg a későbbiekben 2-t, és akkor csak hátradőlve élveznénk a kanapén a mérkőzést. Nem, ilyen sosincs. Tehát nekünk így kell nyerni. Hozzáteszem, az a több ezer szurkoló, aki kint lehetett, hát na ők mit élhettek át a stadionban. Tévén keresztül azért ez más, de gratulálunk a fiúknak innen is, és hát reméljük, hogy menetelünk tovább. Ezt még matekozásra szánjuk. Hát igen, ez nem rajtunk múlik, az a baj itt igen. Most ebben. Az esélyeink jók egyébként, én megnézegettem a csoportokat, most nem akarok itt élesebben elemezni, de ugye hát itt múlik a spanyol, a horvát meccsen, az olaszokon is, akkor egy kicsit az angolokon is, és olyanokkal játszanak, hogyha nagyon megdőlne a papírforma, még akkor is talán jók vagyunk, tehát ilyen, na mindegy, össze kell jönni azért a csillagoknak is, meg ezeknek a meccseknek is, de amit hoztam nektek, hát azért kicsit szakadjunk el a mérkőzéstől, hiszen most szerintem egész Magyarország erről beszél, legalábbis a következő napokban biztos, hogy erről fog beszélni, és hallunk majd a hírekről. Én egy olyat hoztam, hogy hát mennyire tudnak unatkozni az emberek egyes szolgáltatási csoportoknál, mert gondolok itt egy benzinkútra. Itt most ugye Tatabányán, hát itt volt egy olyan incidens, hogy ugye hát a terminálon ugye rendesen fizetett bankkártyával az úriember, csak hát éppensége nem vette le a pénzt a gép. És elhajtott. Na hát üdvözlöm világomban. Tehát ő igen, egy nagyon szép ingyenes teli tankot kapott a benzinkútól, de aztán egyébként nagyon korrekt volt, és visszament és rendezte a tartozását, úgy, ahogy a Trónok harcában is ugye egy Lannister megfizeti az adósságát, egyébként most pont visszanézzük, ugye a Sárkányok háza is kijött, tehát most össze-vissza vagyunk sorozatokkal, foci meccsekkel, mindennel. Na, képzeljétek, hogy van egy benzinkút, nem Magyarországon, hát nagyon unatkoztak az ottani dolgozók, tehát nem volt olyan sok vevő, nem volt olyan nagy forgalom, és ők azt találták ki, hogy $5 kedvezményt kapnak a tankolásból ugye a vásárlók, hogyha egy ilyen mega gigantikus jókedvű tánccal érkeznek be a benzinkútra. Tehát úgy, hogyha mondjuk riszálja valaki, vagy éppen pogózva beugrik a benzinkútra, akkor $5 kedvezményt kapnak, és hát megnéztem a videót, szerintem 10-ből, hát mondhatni 10 ember élt ezzel a lehetőséggel. Egyébként hozzáteszem, lehet, hogy én is élnék vele, bár táncolni annyira nem tudok. Pont ezt akartam kérdezni, hogy bevállalnád? Igyelj, valamit ott odarítjentenék. Hát egy kis rissza, hát, az belefér, nem? Most, hogyha mit nevezünk táncnak. Ugye az volt egyébként a kikötés, hogy ha tetszik a benzinkutasoknak. Ja, hát ez mondjuk így
elég nehéz akkor. Tehát itt egy szűrőn azért át kellett menned, vagy át kellett menni a vásárlóknak, most hogyha nyilván őket kiválasztották, akkor megkapták a kedvezményt. Bár mondjuk kíváncsi lennék a benzinkútnak a tulajdonosára, amikor ezt mondjuk aznap vagy másnap megtudta, hogy akkor ezt bevezették a dolgozók jó kedvükből. Hát egy jó marketing fogás szerintem. Reméljük, hogy ezt ő találta ki, és nem másnap szembesült azzal, hogy mondjuk egy mínusz pár ezer dollár hiányzik a kasszából. De beleférnek az ilyenek, és egyébként tök jó ötlet, hogy gondolkodnak akár ilyen marketing fogásokon, hiszen ezt nevezhetjük annak is. De hát amellett meg tényleg egy ilyen szuper jókedvű dolog az, hogy már úgy indul mondjuk a hétfő reggeled, akár hajnali háromkor, hogy már táncolva mehetsz be, és akkor ott kapsz egy kis kedvezményt, már kaptam, már valamihez hozzájutottál, már valamivel már hozzásegítették a napodat, hogy ez az, kaptam 5 dollár kedvezményt, vagy mondjuk 1000 forintot. Meg hát legalább megnevettettél sok embert, pláne, hogyha nem tudsz táncolni. Igen, és milyen jó, hogy ennyi pici kis összeg is már megmozdítja az embereket. Hát persze, most azt számolgatom, ugye hát az már majdnem ilyen 2000 forint környékén van, ez az 5 dollár, picivel kevesebb. Hát most azért az lejönne egy tankolásból, annak mennyire örül az ember. Már ha csak lejön egy pár forint, ugye mindig számolgatjuk, hát a magyar ember mindig számol, most nem az EB meccseket is számoljuk, ugye a magyaroknak is, megszámoljuk azt, hogyha a benzinára lement mondjuk 2 forinttal, akkor gyerünk, nagymamám mondja, hogy Jani, gyerünk tankolni, mert menni kell, mert olcsóbb a benzin. 2 forinttal. De mennek az emberek, tehát élnek ezekkel a lehetőségekkel. Befolyásolja őket, igen. Igen, tehát nyilván ez egy nagyon jó fogás, de annak ellenére, hogy most annyira ingadozik a benzin is, vagy az üzemanyag, most pont jöttem lefele, és ilyen előző héten még mondjuk ilyen 600 forint alatt volt ugye a dízel, én ugye azt tankolok, és most megint ilyen, itt láttam, hogy 627. Tehát, hogy annyira... Hát... Táncoltál örömödben, amikor megláttad, nem? Hogy, hogy ennyit emelkedett az üzemanyag, igen, már megint. Igen, már majdnem azt mondom, hogy olyan stabil, mint a forint, de hát hogy pont ez befolyásolja, sajnos ez nagyon érdekes, hogy azért nem mindegy, hogy mondjuk 32 ezer forint egy tank, vagy 33, vagy mondjuk csak 30, vagy 29, tehát hogy azért megdobja az embert, abból a pénzből azért tud venni egy szélvédőmosót, tud venni egy csokikát, egy kis energiát, vagy bármit, amit szeretne. Igen, szóval az emberek azért szeretik ezeket a kedvezményeket kihasználni, nem is beszélik itt ilyen glamour napok, meg joy napok, meg nem akarok itt semmit mondani, meg felhozni, már így is felhoztam, de hogy akkor a kedvezményekkel élnek az emberek, és mennek tömegestül. De egyébként én is megyek. Hát ez a reklámfogás, ez mindig él. Szerintem ez egy ilyen örök életű dolog. Hát ez van, hogyha látunk egy 1%-jelet, meg végkiárusítás, akkor rá kell csapni. És hát ugye kérdés nélkül nekiállunk táncolni néhány fillér kedvezményért is. Hát igen, ez ilyen. Az emberek mindig szeretik, hogyha valamivel elhitetik vele, hogy ő most jobban jár. Na hát drága hallgatók, szerintem ti is írjátok meg, hogy mi volt eddig az a kedvezmény, amivel ti megvoltatok elégedve, és mit kellett érte teljesítenetek. SMS és Viber számunkat már ismeritek, 0620 97 8 97 8 5-ös. Ide várjuk az üzeneteiteket, illetve hát ugye van egy játékunk is, és következő alkalommal pedig már érkezik vendégünk is, akivel a Vízzenevirág vizes programjairól fogunk beszélni. Maradjatok velünk! Forráskafé Rékával és Imrével a Vidám ébredéshez! Jó reggelt, 8 óra 3 perc, és most már mondhatni a célegyenesben vagyunk, hiszen pénteken elindul a Vízzenevirág fesztivál 3 nap, fergeteges hangulat, mindenféle színes program, ugye a vizet, a virágot és a zenét is érintve. Most leginkább a vizes programokra fogunk koncentrálni, hiszen itt van Zöldi György, a vizes programok felelőse, és Jakab Jácint, a Blue Hill ügyvezetője, a Vízzenevirág Fesztivál főszervezője. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt kívánok én is, sziasztok! Ugye a víz az eleve adott, hiszen a Tatai Öreg tó partján lesz ez a háromnapos fesztivál. Ups! Ez volt a mai napi kérdésünk. Ajajaj. Hát akkor most jöhetnek az SMS-ek 0620 97 8 97 8 5-ös. No, ugye a víz adott, na de azt meg kell tölteni valami tartalommal. Így milyen van. Vizes programokra számíthatunk 3 nap alatt? Hát több vizes programunk is lesz. Szombaton például elég sűrű, az a legsűrűbb nap általában ebből a 3 napból. Szombaton egy 9-től 4 óráig lesz egy sárkányhajó verseny. Ez egy elég nagyszabású, hosszú verseny mindenféle távokkal. Lesz egy tóátúszás,
futás, itt két, egy hosszú táv, illetve egy rövid táv lesz majd, ez egészen 10 órától délutánig fog tartani, ezeket biztosítjuk, ezeket a programokat, illetve vasárnap egy vitorlásverseny, valamint még egy szombat este egy lampionos felvonulás lesz, elég sok résztvevőre számítunk, elég szépen meg lesz csinálva, a tűzi játékot viszont vasárnapra át lett helyezve, szerintem ez egy jó záró program lesz a vizes programokra. Na, apropó, azért ezek olyan programok, amire nem lehet csak úgy beugrani. A vízbe igen, hogy átusszuk, de amúgy valószínű, hogy kell előtte regisztrálni, meg hogy nevezni, vagy hogy mi a feltétele ennek. Ezek már mind megvannak, vagy még lehet jelentkezni majd ott? Hát a feltétel az, hogy a sárkányokba be lehet szállni még. Ezek többnyire a Hódi kajakháznál lehet beregisztrálni, ott meg tudják fogadni az embereket. A vitorlásokra általában saját vitorlásokkal jönnek ki, ugye arra nem, illetve hát még lesz egy új program, egy ilyen borkostolos program, amit szintén a vízről lehet nézni. Ez a Szent János kikötőből indul majd ez a program, és szépen borkostolás közben lehet a felvonuláson részt venni. Na, arra lehet, hogy én neveznék. Igen, azt hittem, ez melyik nap? Melyik nap? Csak semmit, csak kérdem, és nyugatosan. Hogy nézni lehet a borkostolás, de nem, ugye, hanem részt venni is. Nem, a borkostoló egy ilyen ponton hajón megy előre, és szépen a felvonulókkal együtt vonulunk borkostolás közben, és közben mindenki minket néz a partról. Jó, irigykedve ráadásul valószínű. Lehet. Jó, tehát akkor ehhez is lehet még csatlakozni, és az átúszás? Lehet, a továbbúszás az egy nevezési díjas, azt a Futur Egyesületnél kell nevezni, de ott is bárki részt vett, aki érez magában elég ambíciót, hogy 1500, illetve 3500 méter le tud úszni. Az elég jól hangzik, az egy jó program. Azt akartam kérdezni, hogy a tó hőmérsékletével kapcsolatban vannak már infóitok egyébként? Csak hogyha már valaki ebben a hőségben neki akarna vágni az átúszásnak, akkor legyen azzal is tisztában, hogy milyen vízhőfokkal számoljon, mennyire lesz hideg. Mi nézegettük, eléggé meleg lesz, tehát utoljára, amikor mértem, 29 fokos volt a víz. Hát az már... Ez kellemes. Abban már aludni is lehet. Kerti fürdő, kerti medence hőmérsékletig. Mondjuk azon gondolkodtam, hogy ezek a pontyok itt az öreg tónál egy kicsit ki lesznek ezen a hétvégén. Lehet, hogy majd ők is kiugranak egy-egy fröccsre, mert hogy állandóan zavarva lesznek. Egy kis répát vágunk a tóba, és kész halászni. Lampionos vízi karnevál, ugye ezt is említetted, ez a szombat esti, mondhatni, záró. Igen, ez a fő attrakció, így van. És erre még mindig lehet nevezni, vagy itt már azért fixen megvannak, meg eleve adott minden, csak úsztatni kell, vagy hozni magát ezt a felszerelést? Sokan vagyunk, korlátozott, szápposok jöhetnek, őket az Old Lake Szap tudja fogadni, ő tudja indítani. Ugye az mindenképpen, mivel egy éjszakai felvonulás, az felügyeletet igényel. Tehát szeretjük, hogyha az emberek számolva mennek a tóra, és számolva is jönnek le. Uh-huh. Úgyhogy hogy ne legyen olyan, hogy valaki benn marad éjszakára, vagy segítséget kér, és nem tudunk adni neki, mert nem tudunk róla, hogy benn van. Úgyhogy mindenképpen ajánlott, mentőmellény kötelező viselése 14 év alatt, felette ajánlott, illuminált állapotban nem illik a tóra menni ilyen esetben. Jó, de hát mindenkire felügyelünk, de tudnunk kell róla, hogy ott vannak a vízen. Regisztrációhoz nem feltétlenül kötött, de saját szárdeszkával is lehet jönni, de akkor a szápposok az oldalak, és mindenki más a kajakházhoz tud jönni, ott sárkányba esetleg be tudják ültetni, ez helyfüggő, de hát úgy kell jönni, hogy legyen elég hely az embernek. Azt hadd kérdezzem meg, hogy mik azok a biztonsági előírások, ugye itt most beszéltünk arról, hogy kell mentőmellényt hordani 14 év alatt, stb. De azok, akik mondjuk effektíven nem vesznek részt a vizes programon, viszont közel mennének a vízparthoz, ők mennyire mehetnek közel a vízparthoz, adott esetben mennyire mehetnek be a vízbe, hogyha van egy ilyen elképzelés az ő fejükben, hogy bemennének a tóba? Hát hivatalosan ugye tilos az öreg tóban fürödni, ugye ennek megvannak a feltételei a strandolásnak. Gondolok itt arra, hogy vízimentő, zuhanyzó, mosdó, stb. Ezek mind feltétlenül, ugye elvileg hivatalosan tilos. Ez az az egyetlen rendezvény egyébként az évben, amikor rendőr is van a tavon, úgyhogy ezek segítenek is betartatni ezeket a szabályokat. Nem ugrálunk a vízbe, de szépen a parton maradunk, ott lehet bátran bóklászni, tapsolni, fütyülni, mindent lehet csinálni a vízbe, nem ajánlott bejönni, illetve kizárólag úgy, hogy felügyelettel. Hát, tehát akkor erősítsük meg, hogy kizárólag azok kerülhetnek be az öreg tóba, igen, a vízbe, akik regisztráltak valamelyik programon, azoknak a biztonsági előírásoknak megfelelnek, mint például 14 év alatt mentőmellényt viselnek, 14 év fölött
pedig nem illuminált állapotban mennek be a tóba, tehát hogy ezeknek a szabályoknak eleget kell tenni, azon kívül sajnos nincs lehetősége másnak sem bemenni a tóba, csak úgy lubickolni. Ő regisztrálva kell, így van. De ez esti program, ugye nem nagyon látunk mi se 30-50 méternél tovább éjszaka. Ha megnézitek, esetleg a YouTube-on vannak felvételek a felvonulásról, ott látszik, hogy a víz az konkrétan éjsötét fekete. Tehát ott nem nagyon látszik. De ezért is mindenkinek kötelező például egy világító eszközt hordania, hogyha valami gebb az történik, akkor még mindig meg lehet találni. Oké, világos. És ezek ugye ingyenesen látogatható programok, tehát olyan területen van, ahol persze említetted, hogy regisztrációhoz, meg nevezési díjhoz kötődik egy-egy, de hogy nézni ezeket a programokat ugye lehet? Igen, nézni, nyugodtan partról, nyugodtan lehet nézni, sőt, örülünk a tapsolnak, örülünk a sikítoznak, igyekszünk mi is minél nagyobb bulit csinálni. Egyedül a ingyenességről annyit, egyedül a száposok egy pár száz forintos díjat szoktak szedni, ugye, mert ők ott karszalagot kell gyártani, stb., de hát az a legveszélyeztetettebb osztály, mert ugye ők, hogyha beleszédülnek a vízolami, akkor ott egymásra figyelniük kell, tehát az ott egy kicsit neccesebb. A hajókról már ugye többen vannak egy hajón, az nem annyira, a kajakosokat is tudjuk felügyelni, ők előjönnek, a száposok általában hátul jönnek, és szeretnénk két kört megtenni a tavon, hogyha már nincs tűzijáték, akkor egy kicsit elnyújtjuk ezt a programot. De jó, de tűzijáték lesz, ráadásul vasárnap, tehát ez egy ilyen jó kis fényes zárása, fényes hangos zárása lesz az egész háromnapos fesztiválnak. És akkor át is forgathatod ilyen játszint a mikrofont, hogy ugye ez is az ingyenesen látogatható részhez tartozó esemény, meg hát lesz olyan pontja ennek a fesztiválnak, ahol nem látszik a tűzijáték, valószínű nem. Igen, nagyon fontos, hogy nem lesz ilyen pontja, szóval ez is egy ingyenes ellátogatható esemény lesz, ahogy említetted, a tűzijáték, és szeretném megerősíteni, hogy lesz, és már csak azért is szerettük volna, hogy ez vasárnap legyen, mert azt akartuk, hogy ez egy szép záró akkordja legyen ennek a Vízene Virág Fesztiválnak. Tudjuk jól, hogy ez mindig szombaton volt, de sok visszajelzést kaptunk, annak tükrében döntöttünk, hogy áttesszük vasárnapra, mert egyrészt egy extra nappal készülünk, szóval amikor a Bagosi Brothers Company befejezi a nagy koncert, utána tervezzük magát a tűzijátékot, és így szombaton van arra lehetőség, hogy a lampionos vízi karnevál hosszabb legyen. Tehát nem volt túl szerencsés az, hogy a sötétedés és a tűzijáték közé szorult a karnevál. Egy kört tudta csak megtenni Gyuriék, és esetenként lehet, hogy nem is úgy értek oda a tó másik oldalára, ahogy kellett volna. Úgyhogy ezért is döntöttünk úgy, hogy a tűzijáték vasárnap lesz, valamint azért is, mert egy nagy produkció lesz ugye Ákos szombaton, és vannak bizonyos szabályok, amelyeket be kell tartanunk, biztonsági előírások is, és ezt is figyelembe kellett venni, úgyhogy a legjobb döntés az volt, hogy záró akkordként szervezzük meg az ingyenes tűzijátékot. Hát meg egy koncertet ne vágjon félbe egy tűzijáték, ugye, hogy másik helyszínen, szóval, hogy ez így sokkal praktikusabb, mert kényelmesebb tér meg idő lesz akkor minden programra. Így van, úgyhogy nagyon örülünk a vízes programoknak is, meg hogy színes, meg hogy hát igazából lehet mondani, közel 100-an is lesznek a vízen a két napon keresztül, és ezeket ingyenesen lehet látogatni, megnézni, és nagyon látványos programok lesznek, úgyhogy nagyon várjuk már a hétvégét. Na, mi is várjuk, meg a folytatást is, még maradtok velünk egy kicsit, okay. És akkor folytatjuk a beszélgetést ugye a Vízzene Virág Fesztiválról, ami péntektől egészen vasárnapig fog tartani, a vendégeink pedig még velünk maradnak. Forrás Café! Imádnivaló, mint az öreg tó Tatán! Hát, hogy mit tegyél? Például azt, hogy maradj velünk, hiszen ez a Forrás Café, mindig veletek vagyunk, 8 óra után vagyunk 20 perc, és hát véghajrájában vagyunk a Vízzene Virág Fesztivál előkészületeinek, és vendégeink vannak a stúdióban, Zöldi György, illetve Jakab Jácint, és velük egyeztettünk itt az elmúlt megszólalásban arról, hogy milyen vizes programokra számíthatunk, illetve hogy mik a szabályai a vizes programokon való részvételnek. Most pedig beszélgetünk egy kicsit arról, hogy mi újság van a kísérő programokkal még, mi újság van a Vízzene Virág házatáján. Jácint, tiéd a szó. Igen, igen. Hát fogy az idő, hogy elég vidalban is volt, és nagy izgalommal is megyünk bele ebbe a hétbe. Azt gondolom, hogy minden készen áll, nem csak a kísérő programok, hanem a teljes fesztivál lebonyolításánál. A mai napon már elkezdődnek a munkálatok, érkezik például a rendelőintézethez a óriás kerék, úgyhogy ott már kérjük az arra látogatókat, hogy majd ne parkoljanak, inkább a művelési ház mellé
tegyék ezt meg. Valamint majd szerdai naptól lesznek a Várai utcában lezárások, illetve a Bláti szakközépiskola Hajdú utca környékén. Ezt mind azért tesszük, hogy megfelelő időben és megfelelő biztonsággal tudjuk ugye a fesztivált előkészíteni a látogatók előtt. Nagyon sok vendégre számítunk, úgyhogy azt is kérjük minden kedves kilátogatótól majd, hogyha ideje engedi, akkor ne húzzák az utolsó pillanatra mondjuk az elővételes jegyeknek a megváltását, átváltását, karszalagra váltását, hanem már pénteki naptól 16 órától biztosan nyitva lesznek, vagy 15 órától az átvételi pontok, úgyhogy jöjjenek inkább hamarabb, vegyék át a karszalagjukat, ezáltal a sorban állást elkerülhető. És hogy hogyan készülünk a kísérő programokra, nagyon, nagyon nagy izgalommal, ugyanis lesznek ingyenes programok is, egy meglepetés, hogy a pénteki napon több ugráló várat, például a gyerekeseknek az ingyenes Cseppecske családi szigeten ingyenessé teszünk, tehát 18 és 20 óra között oda lehet majd jönni, ugrálni a gyerekekkel, közben a szülőknek is lesznek egyéb kapcsolódó programok, és hát elindul maga az egész fesztivál, és az ingyenes programoknál fontos megemlíteni azt is, hogy azért a helyi tataiak is az I Love Tata színpadon nagy szerepet kapnak, egészen 10 órától este éjfélig, szombaton és vasárnap azért nagyon színes programok lesznek, lesz óriáskerék, vidámpark, kutyás bemutató, veterán autós bemutató, jönnek a motorosok is, szóval beszéltük múltkor Imrével, hogy lesz mindenféle simogató, szóval erre ő készül a legjobban. Majd rádakasztunk egy táblát. Lehet simogatni. Imrére. Igen. És hát természetesen ugye ígértük, hogy virágosabb lesz a fesztivál, úgyhogy múlt hét pénteken erről is beszélgettünk, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk már, hogy ezt megcsodálják majd a vendégeink, és 15 óráig egyébként a borúdvarban, vagy a vár előtti részen ezt ingyenesen meg lehet majd tekinteni, tehát a borúdvari rész, a vár előtti rész 15 óráig lesz minden nap ingyenesen látogatható. És lesznek még egyéb ilyen múzeumi kísérő programok is, ezek is ugye akkor ingyenesen látogatható része lehet akár a háromnapos fesztiválnak. Abszolút, itt is a Tata Város Önkormányzatának, illetve a múzeum támogatásának a jó voltából a fesztivál területén a múzeumi programok, illetve a kiállítás ingyenesen látogatható, valamint 15 óráig mindenkinek, illetve a 15 óra után pedig azoknak is, akik váltottak jegyet. Érdemes akkor a kultúrát összehozni így a szórakozással, meg a vizes programokkal, meg a virággal, szóval, hogy tényleg azt gondolom, hogy minden korosztály, minden érdeklődési körét ki lehet majd elégíteni ezen a háromnapos fesztiválon. Mi is így gondoljuk, úgyhogy a zene pedig adott lesz. Hát az természetesen. A zene, abból még egy dolgot nem említettünk, vagy érintettük, ez pedig a DJ-k. Pedig hát azt gondolom, hogy egy jó buli DJ nélkül azért most már nem nagyon elképzel, és hát van a Forrásnak DJ-s felvonulása is. Abszolút. Igyekeztünk a programot úgy összeállítani, hogy tényleg a Tatai tó partján egy jó koncert után legyenek olyan DJ előadások, bulik, DJ-s bulik, ahol a nagyok is itt tudnak lenni, és tényleg egy nagyon jó bulit tudnak majd tartani. De emellett most először tartunk majd a Zsigmond teraszon Forrás DJ párbajt is, ennek a jelentkezése még zajlik, holnapig lehet még jelentkezni. Ez egy nagyon, azt kértük, hogy ez ilyen nyári, ilyen festival edition mixek legyenek majd, és itt a legkülönböző formákban tudják majd megmutatni a tehetségeket a jelentkezők. Ez mit jelent, hogy kik jelentkezhetnek erre, akik már azért valahogy, vagy ilyen amatőr szinten otthon akár próbálgatják, vagy akik már mondjuk állandó fellépői egy-egy helynek? Igazából bárki jelentkezhet, aki tudja kezelni a DJ pultot, és akár otthon is szokott magának zenélgetni. Van egy előszűrés, ugye az online ezt a zsűri tagjai meg fogják tenni, és a legjobb 15 kerül majd be, hogy azért a minőség az adott legyen, tehát a pénteki napon már
már az biztos, hogy a Zsigmond Teraszon 15 DJ plusz még a vendégek adottak. Egységes lesz a technika, amin a DJ-knek keverni kell, vagy mindenki viszi magával a saját technikáját? Nem, az időrövidsége miatt, meg hogyha megfelelő legyen az átszerelése, fix backline-nal készülünk. Ez fontos lehet, azt gondolom, azoknak, akik jelentkeznek. Oké, szuper, tehát akkor DJ verseny is lesz, ráadásul a Zsigmond teraszon. Hú, hát azért onnan azért elég csodálatos a kilátás az öreg tóra, úgyhogy oda is érdemes beugrani és megnézni magát a DJ versenyt. Meg hát azt említetted, Jácint, hogyha jól rémlik nekem, hogy a borudvar az egészen 15 óráig ingyenesen látogatható, tehát hogy majd csak utána változik meg akkor a technikai összetétel. Vannak esetleg más helyszínek is, amik mondjuk napközben ingyenesen látogathatóak még a fesztivál belsőbb régióiban, és majd utána változik meg a rendszer ennek kapcsán? Hát ugye a Családi Sziget az teljes egészében ingyenesen látogatható, az fontos, hogy nem megszokásból közlekedjünk, tehát hogy a fesztiválnak a várnál, illetve a Platán étteremnél ugye az lezárások megtörténnek, oda csak belépőjeggyel lehet majd bejönni, akár napközben is, viszont a hátsó részen, ahol van a játszótér is, a Lovarda felé, ott ingyenesen szabadon lehet majd közlekedni, tehát az úgynevezett bláti kapunál érdemes majd mindenkinek lejönni, ott akadálymentesen be lehet jönni az ingyenes programokra, és a többi helyszínen meg 16 órától lesz majd kapunyítás. De gondolom, lesznek ilyen eligazító táblák, vagy persze, emberek, abszolút, akik segítik mindezt, hogy mindenki tudja, hogy merre tud menni, mit, hol talál, stb. Abszolút, egy ilyen fesztiválnak a megszervezéshez nem csak rajtam, meg nem egy emberem múlik, hanem ilyenkor azért több százan részt veszünk azért, hogy minden rendben legyen. Lesznek segítők, lesznek önkéntesek, lesznek útbaigazítók, lesz házirend is, amit érdemes, és szeretnénk is, hogyha betartana mindenki. Szóval, és a legfontosabb, hogy a környezetünket, a Tatai vár környezetét, a tó környékét, azt óvjuk, mert hogy mégiscsak egy tájvédelmi környezetben vagyunk. És ha már a tó újra szóba került, na meg a bor is az előbb, a bor udvar kapcsán is, még azért térjünk vissza erre a borkóstolós felvonulásra, ez nagyon érdekes programnak ígérkezik. Miről is lesz itt szó? Hát itt arról van szó, hogy egyébként péntek, szombat, vasárnap naponként 3 darab lehetőség lesz ezen részt venni. Egyébként fel is szeretnénk ajánlani 2 jegyet a tűzijáték nézős borkóstolásra. Úgyhogy azt majd a kollégák itt ki fogják sorsolni a hallgatók között. Remélem, hogy megfelelő helyre talál, megfelelő emberhez talál ez a dolog, és élvezni fogja a sót. Egyébként a Tatai Hajózás honlapján, vagy a Facebook oldalán lehet erről plusz információkat, videót nézni, promóciós videót, ott körülnet nézni. Szerintem meg a szabályok is ott lesznek kirakva, a belépés, tó belépési pontjain lesznek egyébként a szabályok kirakva, hogy milyen programok várhatóak, hogy mindenki értesüljön róla, aki lemegy, hogy tilos fürdeni, és a többi, de mindenki lesz rakva. A borkóstoló pedig remélem elég látványos lesz, ez általában egy ilyen elég éjszakában nyúló történet, ugye azért nem napközben, mert akkor nagyon meleg lesz, reméljük, hogy ez így lesz, az időjárás előjelzés ezt mondja, és akkor ilyen kicsit hűvösebb, bevonulós, borkóstolós fényekkel megrakott éjszakai műsorról beszélünk. Jaj, de romantikusan hangzik. Bizony. Ez nagyon tetszik, jól van, köszönjük szépen. És akkor jegyek még mindig ilyen akciósabb megoldásba, kiszerelésben még mindig kaphatók, ugye? De a így helyszínen van. Is azért így ezt van. Lehet pótolni. A helyszínen is lehet majd jegyet venni, de arra biztatom mindenkit, hogy a kedvezményes, extra kedvezményes jegyeket azt időben váltsa meg. Vannak még jegyek, pár száz darab jegy van még, úgyhogy a készletreig kapható, de egyébként péntekig lehet olcsóbb jegyeket vásárolni, de a fesztivál napján sem lesz, azt gondolom, a tavaly évekhez képest, hogyha viszonyítjuk a drága a jegy, szóval és nagyon fontos, sokan kérdezik, hogy minden koncert látogatható a fesztivál jeggyel, szóval nincs olyan, hogy csak ide vagy csak oda, ez tényleg ennyibe kerül, tényleg több nagy zenekart meg lehet tekinteni, Ákost, Bagosi Brothers Company-t, a Valhallót egy napi jeggyel. Uh-huh. Igen, tehát a napi jegy az egész nap programjára így vonatkozik, van. A 3 napi egész fesztiválos jegy pedig a 3 nap összes programjára így vonatkozik. Így van, pontosan, igen. És ugye a jegyek több módon megvásárolhatóak, ugye egyrészt vásárolhatnak online jegyet, hogyha igaz.
Így van, vásárolhatóak még online jegyek a bluehill.hu oldalon, valamint ugye vannak egy értékesítési pontjaink itt, például itt a Forrás Rádióban, Komáromon a Turinform irodában, természetesen Tatán a Turinform irodában, ott a Tata kártyát is érdemes kiváltani, mert az további kedvezményre jogosít, és nagyon fontos, hogy nem csak erre a fesztiválra jogosít a Tata kártya kedvezményeket, hanem sok másra is, szóval, hogy akinek nincs még Tata kártyája, azt tegye meg, hogy úgy előre gondolkodik egy picit, és megnézi, hogy milyen sok-sok szuper szolgáltatás van még a Tata kártya csomagban, és idén először digitalizálta a Tata Város Önkormányzata a kártyáját, tehát aki a fesztivál napján szeretne, és rájön, hogy ő tatai, és még nincsen kártyája, ők nyugodtan ezt az applikáción keresztül ki tudják váltani, és ezáltal még olcsóbban tudnak bejönni a fesztiválra. Okay. Igen, és még a kristályban is lehet kapni. Ja, igen, természetesen a kristályban. Ráadásul ott még szép kártyával is lehet fizetni. 0-24-es jegyvásárlást ott tudjuk biztosítani, úgyhogy nagyon-nagyon várunk mindenkit. Bízunk benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan leszünk, és jól fogjuk magunkat érezni. Amit még érdemes tudni, hogy a vízzenevirág.com oldalon a fesztiválról fület azért érdemes átböngészni, mert ott vannak a tudnivalók, házi renddel kapcsolatos, mit vihetünk be, hogy mehetünk be, stb. Ezek szerintem azért fontos információk, hogy ne okozzon senkinek kellemetlenséget. Abszolút, ugyanis a biztonság, nyilvánvalóan egy fesztivált azért szervezünk, hogy jól érezzük magunkat, ünnepeljünk, együtt legyünk, nagyon nagy közösségépítő ereje van egy ilyen eseménynek, ez a térség ugye a legfontosabb, legnagyobb családi fesztiválja, de ennél fontosabb a biztonságunk, úgyhogy ezt mindenkit arra kérünk, hogy ennek megfelelően hozzon be mondjuk eszközöket, inkább hagyjuk ezeket az autóba, nagy esernyőt ne hozzunk be, üveget ne hozzunk be, pláne ne hozzunk be szúróvágó eszközöket, ezeket a biztonsági őrök el fogják venni a bejáratnál, viszont természetesen a vizet, az üdítőt műanyag flakonba, filléteres műanyag flakonba be lehet hozni, úgyhogy fokozottan készülünk erre is. A jó kedvet pedig bármilyen formában be lehet hozni, meg ott is föl lehet szedni, meg el is lehet majd vinni. Azt mi adunk bőven. Igen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük velünk. Szépen. Köszönjük szépen. Jakab Jácint, a Bluehill ügyvezetője, a Vízzenevirág Fesztivál főszervezője, illetve Zöldi György, a vizes programok felelőse volt a vendégünk. Hát akkor már nincs nagyon sok nap este ahhoz, hogy eljöjjön végre ez a várva várt fesztivál. Pénteken indul, úgyhogy figyelem, a játékunk is péntekig fog tartani. Még mindig tőlünk is páros jegyet nyerni minden napra vonatkozóan akár. Így van. SMS és Viber számunk 0620 97 8 97 85-ös, és hogyha elfelejtettétek volna, hogy mi a kérdésünk, na akkor érdemes velünk maradni, hiszen a következő megszólalásunknál erről is lesz szó. Maradjatok velünk! A mikrofonnál a természet hangja, Ölvedi Réka, és aki az óráját eldobja, mielőtt útnak indul, Borsodi Imre! És itt is vagyunk, megérkeztünk, 8 óra után 44 perccel járunk. Hol jártál? Hát a gondolataim szaladgáltak itt mindenféle fesztiválok környékén, és hát ennek kapcsán, illetve nézegettem az élő térképünket, és hát ott azért vannak nem jó hírek. Egyrészt balesetet mutatnak a 82-es úton Ravaszdnál, bár ez minket annyira közvetlenül nem érint. Tatán a Remetesség pusztánál viszont szintén balesetet jelez a térképünk. Az viszont minket érint elég rendesen az M1-es autópályán, úgyhogy ott vigyázzatok magatokra. És hát rendőri jelenlét hegyek, drága hallgatóink. Például Kisbéren rendőrök vannak, ott egyébként két helyen is. Egyrészt a Komáromi utcában, másrészt pedig a 81-es úton, és a 81-es úton eddig két helyen jelezte, Vértes Kethelynél is rendőri jelenlétet mutatott a térképünk, úgyhogy a mai nap szintén nem múlik el komoly rendőri jelenlét, és sajnos balesetek nélkül. Vigyázzatok! És a szokott helyen Csémnél is ott vannak, a rendőrök úgy néz ki az M1-esen. Úgyhogy valóban vigyázzatok, és hogyha van közlekedési infótok, akkor jöhet 0620 97 8 97 8 5-ös az SMS és Viber számunk, és ami még jöhet ugyanerre az SMS, illetve Viber számra, az pedig nem más, mint a helyes megfejtés arra a kérdésre, hogy hol rendezik a Vízzenevirág Fesztivált. Hogyha szeretnétek páros belépőjegyet nyerni, akkor válaszolj
válaszoljatok erre a kérdésre. Adunk egy kis segítséget is hozzá. Háromból kell kiválasztani a helyes választ. A. Balatonon, B. Győrben, vagy C. Tatán, az öreg tó partján. Vajon hol lesz? Péntektől vasárnapig a Vízzen a Virág Fesztivál 0620-978-978-5-ös. A saját neveteket is küldjétek el. És lehet még egy módon ebbe a játékba benevezni, ez pedig az, hogy... Ez pedig az, hogyha itt a Forrás Rádióban meghallotok egy előadótól egy dalt, aki szerintetek föllép a Vízzen a Virág Fesztiválon, na hát akkor is küldjétek el SMS és Viber számunk az előadót, illetve a dal címét, amit hallottatok. Előadó hát a, elég lesz. Hát az előadó elég lesz. Igen, jó, elég rendben, lesz. Ne legyünk ennyire szigorúak, legyen elég csak az előadó, viszont a saját neveteket semmiképpen ne felejtsétek el odaírni, és hát kiegészült a nyereményünk egy plusz tétellel, hiszen Zöldi Gyuri azt mondta, hogyha részt vesztek a Vízzenevirág fesztiválos játékunkban, akkor ő felajánl a vasárnapi napra egy kétszemélyes borkóstolóval, illetve nem szombat? Mikor vasárnap, van? Vasárnap, igen, a vasárnapi tűzijátékos hajókázásra egy kétszemélyes ilyen borkóstolóval egybe kötött programot, úgyhogy azon is érdemes részt venni. Igen, ezt is ki fogjuk majd sorsolni, de hogy mikor, azt majd még megosztjuk veletek, persze, ez nem persze. A mai nap nyereménye. Ma ez a páros belépőjegy van, ami viszont rátok van bízva, hogy mikor fogjátok felhasználni, mert hogy pénteken, szombaton vagy vasárnap is bemehettek, de nem mind a három, csak az egyik napon, de tetszőlegesen kiválasztható, hogy melyik legyen az a nap, amikor másod magaddal részt veszel ezen a háromnapos fesztiválon, Vízzene Virág Fesztivál. Hát már ilyen lázban vagyunk egy ideje, ezen a héten meg pláne, mert ugye már a hét pénteki napján már kezdődik a fesztivál. Figyelj, egy csomó régi dolog visszajön erre a fesztiválra, amit nagyon szerettek itt a régióban, és nagyon sok újdonság is lesz, úgyhogy érdemes tényleg kijönni a Vízzenére, és hogyha napközben még esetleg másik programon is gondolkodtok ezen a hétvégén, vagy több programot szerveznétek, na hát akkor azzal kapcsolatban is lesz nekünk néhány információnk itt a közeljövőben, hiszen Komáromban food truck show lesz, ahol aztán a street food legkülönbözőbb finomságait kóstolhatjátok majd meg, úgyhogy vendégünk ennek kapcsán érkezik hozzánk nem sokára, és jó alaposan kitárgyaljuk vele, hogy mi újság van Komáromban. Radics Gábor jön hozzánk, a Komáromi Város Marketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Így van, és akkor még érkezett egy kis információ, vagy hát valamiféle SMS, ugye? Az igen, előző igen, témánkra, igen. Ami pedig... Hát ugye beszélgettünk arról itt Patrikkal, hogy Amerikában egy benzinkúton, hogyha táncolnak a beérkező vásárlók, akkor kedvezményt adnak, és Robtól kaptunk egy üzenetet, hogy ő bement az egyik tatabányai kútra csak tankolni, és köszönt, és kedvesek voltak, és lelkesek. Elég ennyi is szerinte, hogy az ember jó érzéssel menjen be egy kútra. Úgyhogy Robnak nem feltétlenül szükséges az, hogy kedvezményt kapjon. Igen, egyébként ebben egyet tudunk érteni, Rob, az tök jó érzés, hogyha valahova bemész, legalább egy kicsit rád mosolyognak, és nem kívánnak el a francba, hogy már megint egy vásárló. Szeretjük, hogyha egy kicsit mosolygósak. Igen, van is, ahol ki van írva, hogy a mosoly nem kerül semmibe, meg ilyen kis táblák, üzenetek el vannak helyezve. Hát szerintem az összes eladó örül annak, hogyha nem ilyen mufurcon mennek be oda, meg lesz, meg ez, meg amaz, tehát, hogy ilyen nem a legudvariasabb formáját használják annak, hogy ők bármit vegyenek, hanem egy mosoly az tényleg feldobja bárkinek a napját, úgyhogy mosolyogjatok, jönnek a hírek nem sokára. Aztán pedig érkezik a vendégünk, akivel a Food Truck Show-ról fogunk beszélgetni. Forrás Café! A szolgálatban is veletek! Pontosan mindig veletek, 9 óra után vagyunk 3 perccel. Ragyogó napsütéses nap a mai, és megérkezett vendégünk ebben a ragyogó napsütésben, Radics Gábor, a Komáromi Város Marketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója van itt nálunk vendégségben. Szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Van egy apropója is, hogy ide jöttél most hozzánk Tatabányára, ez pedig a hétvége. Nagyon mozgalmas lesz ez a hétvége, tehát a megyében, aki szeretne valamilyen kikapcsolódást keresni, az most találni fog, az biztos, mert hogy a Komáromi második food truck show és piknik és utcazenefesztivál lesz nálatok. Így van, hárman szervezzük ezt az eseményt, most már idén másodszor, a tavalyi esztendőben hozta le először a
Food Truck Show Hungary ezeket a büfékocsikat, úgy hívjuk, vagy úgy nevezzük, hogy az ország legnagyobb és legjobb ételét kínáló mozgó étterem láncát. Gyakorlatilag a Food Truck Show mellett mi társszervezőként vagyunk, tehát a Komárom Város Marketing Kft. Társszervező, és a harmadik pedig a Komáromi Kulturális Kft. Tehát így hárman dugtuk össze a fejünket, és dobtuk össze ezt a reményeink szerint nagyon jó bulinak, jó családi kikapcsolódásnak ígérkező sót, minifesztivált. Igen, nagyon úgy néz ki, hogy teljes ilyen családi program lesz, mert hogy ugye, ahogy mondtad, olyan kulturálisabb programok is vannak benne, meg tényleg egy minden korosztály megtalálhatja akár a kívánságát, lovaskocsikázás, ilyeneket nézek meg, arcfestés, ugye hát szerintem egy ilyen... Anélkül nem is lehet enni, ne viccelj. De a legfontosabbak ugye az ételek, tehát, tehát ugye elsősorban azért várunk ide mindenkit nagy szeretettel, mert itt tényleg olyan ételeket kóstolhat, amit másút talán nem, tehát itt a speciális házi söröktől kezdve a különböző bor különlegességes spritzbáron keresztül waffel különlegességek, és hát elképesztő mennyiségű street food, tehát itt a különböző pizzák, sőt van egy olyan pizzburger, ami a pizza és a hamburgernek egy speciális keveréke, de különböző rántó, most hogyha ezt azt mondom, hogy rántott húsos szendvics, akkor lehet, hogy itt nem csigáztam fel a hamatókat, igen. De itt azért komoly dolgokra gondoljanak, de itt a levendula fagyitól kezdve a mindenféle. Tehát tényleg azt mondom, hogy egy nagyon széles spektrum történt. Egyébként tavaly jó hangulat, és tényleg nagyon sokan voltak, tehát itt ez egy ilyen több egészen ezres. Egészen magas létszám. Igen. Tehát itt a három nap alatt nagyságrendileg egy 10 000 ember fordult meg akkor az első komáromi Food Truck Show és pikniken. Reméljük, hogy idén is legalább ennyien eljönnek. Mennyi ilyen kis kocsi érkezik mozgó? Ez közel 30. Ugye a tavalyi évben volt, most már harmadszor mondom el, hogy az első, tehát ott egy picit visszafogottabban érkeztek, megnézték az egyáltalán, hogy a város mennyire befogadó, meg a térség mennyire befogadó erre a rendezvényre, de hála Istennek ezt kipipáltuk, és idén közel 30-al érkeznek. Természetesen a tavalyi kínálathoz képest több minden változás is van, tehát tavaly kevesebb volt az édesség, nem voltak ázsiai ételek, idén már ezek is megjelennek, illetve mondom még egyszer, tehát az édességekkel is várjuk a látogatókat. Figyelj, én pont azt nézem, hogy itt olyan sok dolog van, amit nagyon szívesen kipróbálnék. Vannak különböző grillek, smokeres dolgok, mexikói kaják, tomjám, van mindenféle desszertes történet, különböző italokkal is érkeznek kocsik, úgyhogy azért itt egy egész napot el lehet tölteni. Hát, azt ne kérdezzetek meg, hogy melyik volt a kedvencem tavaly, mert végigkóstoltuk az egészet, úgyhogy mindegyik nagyon finom, mindegyiket ajánlani tudom. Az biztos, hát nehéz lehet a választás. Viszont utcazene fesztivállal is összekötöttétek, tehát akkor itt azért ilyen zenés közegben lehet fogyasztani ezeket a hamburgereket. Szombat délután egy kifejezetten családi hallgattató várjuk az odaérkezőket. Tehát itt tényleg arra kell gondolni, hogy erősítés, hangosítás nélkül, kis gitáros, könnyű zene, népzene, világzene, komoly zene. Tehát mindent igyekeztünk felvonultatni a Komáromi Kulturális Kft. Jóvoltából. Tehát itt nem olyan típusú utcazene fesztiválra kell gondolni, ami ott fog dübörögni. Világos. Hanem tényleg arról szól a dolog, hogy az emberek leülnek, esznek egy jót, beszélgetnek, és amellett egy kis muzsikával is várjuk őket. És akkor ez a Jókai téren, Jókai Ligetben lesz, igen. És akkor a Liget közepe lesz maga az étterem rész, ugye? Így van, ott körülötte lesz az étterem, a trákok, és akkor a kísérő programok pedig így a Ligetes területen. Igen, számos kísérő programmal várjuk a családokat. Itt a Jókai Könyvtár papírszínházával kezdve, így van, amit említettél, lovaskocsikázás, arcfestés, múzeumpedagógiai foglalkozás, különböző játszóházak, aztán lesznek DJ-ink is egyébként, akik az estében fognak majd szerepelni, de szintén nem dübörgő technóra kell gondolni, hanem egy ilyen light-os kis háttérzenére, itt DJ Marius és DJ Bagó érkezik, és aztán tényleg a Máltaitól kezdve a köszönát, ugye ez a kisvárosi önkéntes szemétszedők, ők egy ilyen speciális zöld sátorral érkeznek, zöld programot kínálnak az odaérkezőknek, a Street Generation kihozza megint az AirTrack-ét, ez egy ilyen ugráló szőnyeg,
jön a Vöröskereszt, és szóval tényleg minden mi szemszájnak ingere. Ez jól hangzik, akkor ezek szerint mind a mellett, hogy gasztronómiai kalandozásban vehetnek részt a kilátogatók, kapnak mellé egy jó kis piknik hangulatot, alapvetően ez arról szól, illetve van edukáció is, hiszen azt mondod, hogy kint lesz a Máltai, kint így lesz van. A Vöröskereszt, akkor nyilván újraélesztést, meg egyéb ilyen jellegű programokat. Hát ők is inkább kézműveskedéssel érkeznek. Kézműveskedéssel érkeznek, ugye csak úgy, mint a városnak a legnagyobb civil, egyik legnagyobb civil szervezet, a Kemence Egyesület, tehát inkább kézműveskedés, arcfestés ezzel érkeznek ők. Nagyon jól hangzik. Hát akkor nincs más, mint eldönteni, hogy merre legyen az arra. Komáromban. Komáromban akkor hétvégén péntektől vasárnapig a második komáromi food truck show és piknik és utcazene fesztivál a Jókai Ligetben. Köszi szépen, hogy... Köszönjük szépen, és újra csak azt mondom, hogy kóstoljatok bele Komáromba. Belefogunk. Ja, és gratulálunk egyébként. Nagyon szépen köszönjük. A Palacsinta rekord kísérlethez. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a Forrás Rádiónak a promóciót. Nagyon szívesen. Radics Gábor. Beszélgettünk a Komáromi Város Marketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatójával. Forrás Café! Mi tudjuk, hogy sikerülni fog! 9 óra után, 37 perccel, ez még mindig a Forrás Café, és kibővültünk ismételten. Itt van velünk Laura, itt van Rika, ti összeöltöztetek egyébként csajok, és itt van velünk Füli is, aki persze nem öltözött össze velünk, és ő nem fog erre a kérdésre válaszolni. Ezek szerint még nem mértél minket végig tetőtől talpig, mert úgy már azért nem teljes az össze. Hello, sziasztok! Igen, a felső az stím fehér. Fehér, igen. Na de, Füli, hát kutya egy meleg van. Ő is ezt mondaná. Ki és meg se kell szólalni, látom rajta, igen. Igen. De egyet tudok vele érteni azért időnként, úgyhogy mondjuk a hétvége, nem tudom ti, hogy éltétek meg, de egyébként szerintem az egészen tűrhető volt, bár néha kicsit szeszélyes, de legalább nem 40 fok volt. Én ezzel úgy jobban ki tudtam egyezni. Igen, mondjuk a szombat ilyen nagy zuhé, nálunk nagyon nagy volt, az egy kicsit olyan fura volt, de hát jó párás kapukat csinált a kertben. Én meg szombaton arra keltem, felnyitott ablakoknál aludtam, hogy lehessen aludni. Péntek este még meleg, füllent meleg, szombaton reggel megébredek, és azt érzem, hogy levegő, honnan jön a levegő? Úgyhogy ezt tudtam értékelni. Ilyenkor ez nagy kincs, igen, egyébként. És hát mondjuk az, hogy kicsit mozgott a levegő, az sokat segített abban, hogy a szabadtéri programok azok átvészelhetőek legyenek. Voltatok egyébként valamerre? Történt valami a hétvégén? Volt valami program? Ez meg az? Hát igen, családi meg baráti találkozások, meg összeülések voltak, meg tegnap egy kicsit így relaxáltam, még felkészültem erre a hosszú ám, de igazán izgalmas hétre. Ezt nagyon jól tetted, és mondtad is, hogy lesz majd pihi, akkor ezek szerint sikerült megoldani. Igen, szorítottam rá időt, úgyhogy még egy kicsit napoztam is, jogos a kérdés, hogy igen, melyik barlangban tettem meg mindezt. Jó, hát abszolút jogos. És hajszín mellett. Ez a barnaság, ez teljesen jó. Ez még csak a bemelegítés volt amúgy is, úgyhogy... Szóval egy percet kint voltál délután 6-kor? Árnyékban. A nagy diófa alatt. Mert tényleg nem lehet egyszerű azért ilyen érzékeny bőrrel elviselni ezeket a mostani kánikulai meg UV-sugárzási napokat. Bár szerintem még egészen szerencsés vagyok a fehér vagy világos bőrűek között is, annyira nem vészes a helyzet, csak akkor, amikor a úgy gondolja, hogy mit nekem naptej, nap, hát pirulni szeretnék, színt szeretnék. Ilyen most már nincs, mert megtanultam régen, úgyhogy most már bölcsen mindenkinek javaslom, hogy inkább kenje be magát, mert pirult csirke, rákocska lesz majd ott a napozó ágyon. Tatabányán közlekedő piros mosolygós pötty, az Laura. Igen, pötty. Szép. Hát jó, mindegy. Ennyit azért nem ettem a hétvégén. Nem. Na, tök jó. Na, viszont a hétvégén nem lesz időd nagyon pihenni, és reméljük azoknak sem, akik kijönnek erre a háromnapos fesztiválra, mert pont az a lényeg, hogy ne pihenjünk, most ez egy olyan hétvége lesz. Ez egy ilyen nyárindító, klassz hétvége, évzárók, ballagások, egyebek megvoltak, még lehet, hogy van egy-két vizsga, meg ilyesmi, az még lehet, becsúszhat, igen. De hát péntekig reméljük, hogy ezek így lezajlanak, és akkor itt lesz a vízen a virág, amire páros belépőt lehet nyerni ugye ma is egész nap,
nálad is, Laura, jöhetnek bizony, a megfejtések. Bizony. Most roppant nehéz kérdéssel vagyunk. Hallottad nagyon. Már a kérdést? Így van, hova kell eltalálni, ha majd a látogatóknak, úgyhogy erre most fel lehet készülni a mai napon. Hozom a kérdést, és képzeljétek, kedves hallgatók, ti is, hogy annyira izgi lesz most itt ez a hét, hogy a koktélozás közben még egy másik játékban is részt lehet venni, és borkostoló csomagokat lehet nyerni egy eseményre, rendezvényre, úgyhogy ennek a részleteit is hozom majd. Jaj, de jó. Hát akkor izgalmak várhatóak a koktélok között, mellett, alatt, fölött. Bárhol. Mondhatnánk. Na meg azt is mondjuk, hogy akkor Imivel holnap elindítjuk a reggel. Így van, 6:03-kor találkozunk nagyságrendileg. Itt lesz veletek Kölnedi Réka. És Borsod Ivi. Legyetek jók, ha tudtok, mi pedig most átadjuk a terepet Laurának. SMS és Viber számunkat ne felejtsétek, hiszen van a játék is, ugye 0620-97-8-97-85-ös. Csóközön! Most hagyjuk Rékát is Imit egy kicsit pihenni, de ne feledjétek, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás Caféval ébredhettek. Ha nem bírnád addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, vagy a Spotify-on!